Az, hogy a tudományban eddig nem túl nagy eredményeket felmutató, annál nagyobb öntudattal rendelkező emberek kvázi halállal fenyegetnek, csak növeli a munkakedvem, mondja Marót Miklós, az MTA kutatóhálózatának ellenőrzésére létrehozott Eötvös Loránd kutatási hálózat vezetője. Korábban az Akadémiai Dolgozók Fórumának tagjai beszéltek arról, hogy elismert tudós nem vállalná az új szervezet vezetését. Vendégünk Mende Balázs Gusztáv. Jó estét kívánok! Kezdjük csókolom. Ugye úgy reagált erre a felvetésre, meg egyébként is az önök úgymond lázítására Marót Miklós, idézem, hogy a tudományban eddig nem túl nagy eredményeket felmutató, annál nagyobb öntudattal rendelkező emberek kvázi halállal fenyegetnek, inkább csak növeli a munkakedvemet, mondta a Magyar Hírlapnak. Hát örülök, hogy Marót professzorúnak ez munkakedvet ad, de azért azt elmondanám, hogy senki nem fenyegette semmilyen retorzióval. A véleményünk most is az, ami korábban is volt, miszerint ez egy olyan politikai poszt, amelyre ő most került, amelyben nem lehet keresztül vinni azokat az elvárásokat és azokat a magyar tudomány és a kutatás szabadságát garantáló biztosítékokat. Lehet, hogy így gondolja, erre mi úgy reagáltunk, hogy ezt azért nem fogja vállalni valamitre való tudós, már pedig Marót professzor úr az, mert számot vett azzal, hogy ezzel tulajdonképpen a tudósi karrierje is kudarcba mehet. Tehát az a renomé, az a felhalmozott tőke, az ezzel kútba esett. Az is érdekes, hogy önmagában az ő személye hogy merült fel, és hogy ez konszenzusos volt, tehát hogy Lovász László is jó szívvel ajánlotta őt Palkovics László és Orbán Viktor mellett, vagy igaz az, ami a HVG értesülése, hogy Lovász László diktátumszerű ajánlatot kapott. Hát az az igazság, hogy erről csak Lovász László és az akadémia vezetés tudna hitelesen nyilatkozni, lévén, hogy ezek az információk az eddigi engem elért információ kapcsán kizárólag a professzor úrtól, illetve a Palkovics-féle minisztériumtól jöttek. Tehát igazából ennek a relatív konszenzusossága az több mint kérdéses, ezt nem tudom, meg fogják erősíteni az akadémiai vezetők. Ha jól értem, akkor önök szerint igazából mindegy, hogy hívják ennek a szervezetnek a vezetőjét. Ugye? Igen, így van. Sajnos ez a pozíció a beépített garanciák nélkül, amelyek a törvénybe végül is nem kerültek be. Voltak jobb változatai a törvénynek, voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy sikerül elérni a irányító testületnek egy egyharmados arányú változatát, amely mégiscsak egy nagyobb garanciát adott volna arra, hogy a kutatóintézet hálózatnak, a jövendő kutatóintézet hálózatnak a működése az mondjuk emlékeztet az akadémiai szabadságfokra, de hát ugye ehelyett egy ilyen 6+6+ elnök, és hogy az elnök kinevezését a törvény az egyértelműen kvázi a hat kormánypártihoz sorolja, vagy a kormány által jelölthöz sorolja. Fordítsuk meg, mi van akkor, hogyha pont azzal jár jól a tudomány és a kutatók, hogy egy Orbán Viktorhoz közeli tudóst találtak meg ennek a szervezetnek az élére. Ugye ma az Indexen volt egy nagyon hosszú portré Marót Miklósról, és ebben azért egyértelműen ugye kiderült az egyrészt ugye a tények, hogy tudománypolitikai miniszterelnöki tanácsadó, de még az egyik fia is korábban az volt, hogy nagyjából hasonló, sőt teljesen hasonló politikai elvekben hisz, mint Orbán Viktor, hogy a migrációval kapcsolatban is ugyanazt gondolja, de hogy ez talán jót tesz, és csillapítja a kedélyeket, mert hogy ő maga is úgy fogalmaz, hogy a dolgozók keveset fognak érezni a változásból, a kutatás szabadsága nem sérülhet, sőt még béremelés is lehet, mert hogy többletforráshoz jut. Ezt kiegészíteném azzal, hogy egy másik riportban szintén Marót professzorra a béremelések egyik alapjául azt tette meg, hogy valakitől elveszik azt a bért a másiknak, hogy lehessen miből emelni. Tehát tulajdonképpen ez nem egy olyan, hogy mondjam, ez a belengetett 32 milliárd forint, amiről most szó van, ezt az ember szeretné úgy fizikailag látni mondjuk egy költségvetési soron, ami azért talán egy kicsit biztonságosabb, mint bármi más kormányzati pénz. Visszatérve a kérdésére, alapvetően úgy gondoljuk, hogy pont nem jó. Tehát lehet, hogy első körben úgy tűnne, hogy ez egy könnyű pálya, mert hát bírni a miniszterelnöknek a bizalmát, tulajdonképpen az érdeklődését ezzel rá lehet irányítani valamilyen mértékben a tudományra, a kutatásra, ez mind-mind jó dolog, ugyanakkor a hatalom, mint technika bele fog szólni abba, hogy igazából ott mi történjen. Tehát sajnos bármennyire is nagyra értékeli valaki a miniszterelnöknek a képességét kormányzat
gyakorlati, illetve hatalomtechnikai tekintetben a tudomány az nem így működik. Tehát a tudománynak kell lenni valamiféle olyan szabadságfokának. Minden ilyen típusú, hogy mondjam, felkérés, vagy ilyen könnyű ígéret, az elhárítandó. Ugye úgy fogalmazott ezekre a félelmekre, hogy csak a szervezeti forma változott meg, egyébként az intézeti hálózat a sértetlen, és hogy aki azt várja az akadémia elnökétől, hogy partizán háborúba kezdjen, ők a tudomány legfőbb károkozói. Igen, próbáltunk nem magunkra ismerni. Hát ez minden, nehéz mondjuk. Igen, nehéz volt, de minden esetre nem vártuk Lovász elnök úrtól, hogy partizán háborúba kezdjen. A kérés részünkről mindig csak az volt, hogy egy korrekt és előremutató kommunikáció legyen az akadémiai vezetés részről. Mi mindig megpróbálja azt kommunikálni, amit éppen az adott tárgyalási szintek mutatnak. Ebbe azért nagyságrendileg nem csalódtunk, tehát megkaptuk ezeket a információkat. Viszont azért hadd tennék ahhoz megint csak egy picit hozzá, hogy ez a bizonyos stabilitás, vagy hogy semmi nem fog történni, egy picit árnyalja szintén a professzor azon kijelentése, amely kapcsán egy picit örvendezik azon, hogy lehetséges, hogy hozzá lehet nyúlni a közalkalmazotti státusokhoz. Egyébként a törvény, ami alapján ő az irányító testületet vezetni fogja, ezt kizárja jelenleg. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy felületes informálódásnak a terméke. Hát igen, nem tudjuk, hogy a szó jelenlegen volt-e, igen, hogy itt készül-e valami, ez csak egy ilyen vigasztaló dolog egy pár hónapra. Mindenesetre a törvény, azt lehet mondani, hogy a rossz törvényben kevés jó dolog található, az egyik, hogy egy ilyen garancia be volt építve, hogy a marad a közalkalmazotti státusz a kutatóknál. Tartnak most ettől a helyzettől a kutatóintézetnél dolgozók, vagy hogy értékelik belülről? Hát rettenetes a bizonytalanság. Konkrétan mindenki az állását félti? Hát, én reménykedem benne az, hogy ezen túlmenő is a félelem. Tehát itt azért van egy kollektív félelem. Ez is érthető igen, de ez is érthető és logikus, hogy ez az értető szint, amelyet azért nem tartunk korrektnek, hogy egyáltalán kialakulhatott, mert ilyenkor valamilyen mértékben mindenki zsarolhatóvá válik. Tehát az egzisztencia az mindig egy olyan a gyerekek iskoláztatási költsége. Bár nem kell sorolni, tehát nem kíván az ember szükségtelenül demagóg lenni, de hát azért logikus, hogy ez egy olyan nyomás egy családon, egy kereső család eltartón, hogy amellett milyen etikai és morális dolgot képes még mérlegelni. Uh-huh. Úgy abban reménykedünk, hogy azért a kutatóhálózatban van annyi erő, hogy vannak olyan szabadságfokkal rendelkező kutatók és csoportok, akik ellen tudnak ennek. Ez mit jelent az ellentartás? Hát, hogy adott kérdésben nem munkahelyi értelemben ellentmondani, de mégiscsak megpróbálni fönntartani a lehető legtovább a kutatás tisztaságának, illetve a kutatási eredmények interpretációjának a politikamentességét, korrektségét. De effektíve azt attól tartanak, hogy azt kell majd elképzelni, hogy egyszer csak úgy fölülről leszivárognak, hogy mondjam, informális vagy akár formális csatornákon, hogy akkor mostantól mit kéne kutatni, merre kéne kutatni, mik a főbb témák? Hát igen, ez sajnos jogos félelem már csak azért is, mert az elmúlt egy év küzdelmei ugye azért szóltak a Palkovics miniszter úrral folytatott állandó tárgyalásokon, amelyek meglehetősen improduktívak voltak, hogy igazából ez nem jó, ami jelenleg az akadémián folyik, innovációs teljesítményt kell növelni, ezt kéne csinálni, azt kéne, nem ezt kell csinálni, biztos, hogy nem ezt kell csinálni, ami most van, hanem valami más, és most megérkeztünk arra a nullpontra, hogy Marot professzor személyében egy tudós ember kerül oda, akinek azért személyébe, életkorába fakadóan a magához, az innovációhoz nincsen igazából semmi köze. Palkovics miniszter úr pedig fölteszi a kezét és bejelenti, hogy ő most már pedig magára hagyja ezt a dolgot, most már ez megy tovább. Ugye a késő antikvitás arab utóélete, mint az Index portréből kiderült, az ő szakterülete, és ön is úgy fogalmazott, hogy ő egy elismert tudós. De hova rakják önök ezeket a mini publicisztikáit, amik ugye elérhetőek az interneten, csak egyet idéznék közül. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a mai politikai vezető rétegnek nincs vagyona, szemben az előzővel, elég Gyurcsány Ferencre utalni, aki köztudottan nagy vagyont halmozott fel, de utalhatnánk Kóka és Oszkó miniszterekre is, hasonló személyeket a mai kormányban nem látunk. És ennél szinte csak durvább szövegek vannak Marót Miklós mini publicisztikái között. Ez egy nehéz kérdés a professzor úr megítélésében. Úgy gondoljuk, hogy nála a tudósi, tudományszervezői szerep néha arra jogosítja, hogy politikai publicisztikában fejtse ki a véleményet, ami egyébként véletlenül joga van. Csak és nem ő azt mondja, hogy ez magánvélemény. Igen, de mégsem magánvélemény, hogyha ő
azt mondjuk egy megbecsült klasszika filológusként és arabistaként adja elő, orientalista kutatóként. Mert most én azt mondom önnek, hogy én magánvéleményként azt mondom, nyugodtan fogja meg azt a zsinortot a stúdió végébe, az nem fogja megrázni, de én egyébként villanyszerelő vagyok, akkor önt félrevezettem azzal, mert befolyásoltam a véleményet azzal, hogy miként mondom. Tehát ebből a szempontból ez a magánvélemény úgy gondoljuk, hogy nem létezik, nem így kellene kezelni. Hát köszönöm szépen, beszámolunk a folytatásról. Nagyon szépen biztos, köszönöm, hogy eljött. Ezért önöknek akarom. Pedig akkor most figyelmünkbe ajánljuk a híradót, mert hogy itt van Gajdos Tamás, és elmondja, hogy mik a fő témák. Szia! Így van, szervusz Emília! A 21.30-as híradóban szó lesz majd a pomázi balesetről, a megégett gyerekekről, akik szénport darálva kis ilyen felrobbantották magukat. Aztán felhívjuk a figyelmet a közeli napokban várható heves zivatarok miatti riasztásra. Végül, de nem utolsó sorban pedig idézzük Molnár Zsolt, itt az imént az egyenes beszédben elhangzott véleményét az októberi választásokkal kapcsolatban, ha esetleg valaki lemaradt volna az iménti műsorban látottakról, hallottakról. Tehát mindezekkel várom a kedves nézőket 9:30-kor. Köszönjük szépen az ajánlót, nézzék tehát a híradót 9:30-tól, előtte pedig Jakubcsán Gabriella műsorát, holnap is én várom önöket, itt szép estét!